Sziasztok, Kingek! Idén is elmentünk az év egyik legjobban várt Milsim eseményére, az Iharkútól rendezett Korengál Airsoft játékra. Tavalyi Korengálról szóló videózárásában nem véletlen fogalmaztam úgy, hogy az első ilyen játék egy stabil alap volt, amire építeni lehet. Úgy látom, hogy az előző játék kihívásaiból és visszajelzéseiből szervezők rengeteget tanultak, és idén sikerült egy olyan játékot szervezni, ami szerintem minden tekintetben felülmúlta 2023-as Korengált, és abszolút felfér az elmúlt évek legjobb Milsim játékainak listájára. A Swift csapat tagjai több frakcióban is felbukkantak. Ez a videó most az afgán lázadó oldalon játszó csapattagok perspektívájából készült. Hárman csatlakoztunk a Mujahedekhez, és mindannyiunk nevében azt tudom mondani, hogy rendkívül jól éreztük magunkat. A játék, ahogy a tavalyi, Afganisztán-amerikai megszállásának éveit elevenítette föl. A fő célunk az volt, kiűzzük otthonunkból a fontoskodó jenkiket. A rendezvény nulladik nappal együtt 4 napos volt. Az első nap nagyrészt készülődéssel telt. Tárgyaltunk, lőszert és egészségügyi felszereléseket szállítottunk, felderítettünk és felfedeztünk. Legfontosabb ebből az egészből talán a logisztika, vagyis az egészségügyi és lőszeres ládák kérdése volt. Ezek a ládák azért kellettek, mert birtoklásukkal tudtunk adott helyszínről visszaállni, lőszert szerezni, ha pedig elérték a meghatározott lőszer utánpótlási limitet, kiürültek. A ládákat szállító karavánok általában masszív védelem alatt gyalog vándoroltak a falvak közt. De ha SOS erősítésre volt szükség, hozzányúltunk a játékon felvonultatott igencsak szép számú gépparkhoz is. Amerikaiak persze ilyenkor szabályosan vadásztak ránk. Van tűzparancs! Van, igen! Este fele jött a váratlan hír. Bölcs Hunter Mollánkat letartóztatták az amerikaiak. Bevetési csoportot szerveztünk ki Leonid Mollával, hogy kiszabadítsuk elrabolt vezérünket. Egészen közel settenkedtünk az amerikaiak főbázisához, majd tüzet nyitottunk az őrségre. Oké, egy meghalt, úgy látom. Igen! Hogy fél órán át harcoltunk, az amerikaiak 3 rajjal teljesen bekerítettek. Jó. Aztán Hunter Molla egyszerűen fogta magát és kisétált a bázisról. Mint kiderült, csak tárgyalni ment be az amerikai támaszpontra, és nem is volt igaz, hogy elrabolták. De ennek az incidensnek köszönhetően nekünk már az első nap is bőven jutott akció. A második nap fókusza az amerikaiak kihelyezett bázisa volt. Az erőfeszítésünk fő célja az volt, elfoglaljuk a Restrepo nevű támaszpontot. Ez egy hatalmas erődítmény volt, 3 afgán falu közt, innen ellenőrizték az amerikaiak a lázadó fegyveres csoportok tevékenységét, logisztikai útvonalait. Szám aleikum! A nap azzal indult, hogy iszonyatosan megásztunk. Sajnos hallottam róla, hogy mindkét oldalon voltak olyan játékosok, akiknek a fegyverei zord időjárás áldozatává váltak. Mi szerencsések voltunk, a felszerelésünk épp maradt, és már reggel elő tudtuk készíteni a Restrepo ostromát. És nekünk itt kell elsősorban akasztanunk a tevékenységüket, jó? Ez alapvetően 3 dologban merült ki. Próbáltunk rajtaütni a térségbe érkező amerikai csapatokon. Próbáltuk elvágni a bázis logisztikai és személyi utánpótlási vonalait. Kérdezzünk el! Illetve sokat dolgoztunk azon, hogy lefárasszuk a védőket.
Muszáj volt jól előkészíteni az ostromot, hiszen a Rest Repo idén nem csupán egy sátor volt, mint tavaly, hanem egy jól felépített erődítmény, őrtoronnyal, lőréssel, magaslati pozíciókkal együtt. Szóval egy rendkívül jól védhető és nehezen támadható struktúrával néztünk szembe. Maga az ostrom valamikor kora délután indult meg, és majdnem 2 órán át tartott. Először a bázis körül mozgó őrjáratokat szedtük le, majd minden irányból közrefogtuk a resztrepót. Környékbeli afgán falukból érkező erősítésnek és járműves fedezetnek köszönhetően hatalmas, utolsó pusszal sikerült elfoglalni a támaszpontot. Ott van! Kéne erősítés! Sajnos mi szó szerint az ajtóban voltunk, amikor egy jól irányzott gránátdobás miatt kiestünk a harcból. Szóval robbant! Halott! A Rest Repo-ér vívott csata egészen epikus volt. Szerintem alsóhangon is legalább 100 airsoftos vett részt az ütközetben. Óriási volt az ellenállás, rendkívül erős volt a védelem. Minden erőnket összeadva tudtuk csak bevenni az erődöt. Volt persze esti, éjszakai harc is, de éjjeli kamera hiány ebből nem sokat fogok tudni nektek megmutatni. Helyette itt van pár képsor a helyi doktor és doktorné esküvőjéről. Az igazából nincs gondom, inkább csak a csapat érdekeivel. Amikor meglátnak egy... nem tudom. Mivel ez egy 4 napos milszim játék volt, és 4 nap alatt azért értetően sokan igencsak elfáradtak, hallottam ilyen-olyan drámákat, találatmegadással, lábproblémákkal, idő előtti tömeges hazamenetellel, sajnos bizonyos vezetés feladatokkal kapcsolatosan is. Én annyit tudok erre mondani, hogy engem személy szerint elkerültek ezek a dolgok, szerintem nagyon egyben volt ez a játék. Jók voltak a feladatok, Goldmantól és a BSS srácoktól rengeteg izgalmas küldetést kaptunk, nem nagyon volt fölösleges üres járat sem. Tavalyhoz képest talán egy kicsit kevesebb lárp és több akció jutott, én személy szerint ezt abszolút nem bánom. Szóval én nagyon köszönöm a szervezőknek és vezetőknek azt a rengeteg munkát, amit ebbe a játékba beleraktak, és külön köszönöm azt, hogy hallgattak a játékosi visszajelzésekre, és ennek mentén építették fel az idei játékot. Nagyon remélem, hogy a következő játék még jobb lesz, már el kell ismernem, hogy az idei esemény igencsak magasra tette a lécet. Köszönöm szépen a figyelmet, kedves barátaim! Áldott szép napot kívánok nektek! Lehet, hogy a 2025-ös korengálon ismét találkozunk majd.